Idén először a Magyar Rádióba is bemehettek az érdeklődők az 56-os forradalom évfordulóján. A Bródy Sándor utcai épületben korabeli hangfelvételeket játszottak le, és megszólaltak a rádió korábbi munkatársai. Az udvaron pedig egy T-34-es tankot is megnézhettek a látogatók. Az idősebbek azt mondták, a mai napig jól emlékeznek az akkori eseményekre. Sok adást még ma is innen a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épületéből sugároznak. Az október 23-ai eseményeket bemutató kiállítás egyik állomása a még most is működő 6-os stúdió volt. Itt az érdeklődők a távirati iroda 56-os képeit és a rádió akkori dolgozóinak beszámolóit is meghallgathatták. Az 1956-os eseményekben meghatározó szerepe volt a Magyar Rádiónak, sőt, magának az épületnek is. Így a parlament és más helyszínek mellett fontos volt, hogy ezt is megnézhessék az érdeklődők, mondta a rádió vezérigazgatója. A könyvekből van, aki a saját élet tapasztalatában tudja, hogy október 23-án itt a rádió épülete előtt tüntetők gyülekeztek, és aztán egy harc alakult ki, és hát a Magyar Rádió a történelmi szerepét itt kapta meg az eseményekben, és úgy gondoltuk, hogy miért ne lehetne belülről megnézni a rádiót. A kiállítás legnagyobb attrakciója az udvaron kiállított orosz T-34-es tank volt. A látogatók közül többen fájó emlékeik miatt nem szerettek volna stábunknak nyilatkozni, de akadt, aki szívesen kamera elé állt. Sokfelé lehetett ilyen tankokat látni, sőt az október 24-én hajnalba fölvonuló tankok a házunk előtt mentek iszonyú hangot adva, most is a fülembe élt a félelmetes. Az 56-os forradalom évfordulóján az elmúlt években a legtöbb figyelmet a politikai események és tüntetések kapták. Ma több ikonikus helyszín kapott a szokottnál nagyobb figyelmet, ezek közé tartozott a rádió is.